Tavaly október végére már végeztek a kukorica betakarításával, idén még alig csak néhány korai fajtánál kezdődött el a törése. A termelők több hetes csúszásban vannak a munkával az esőzések miatt. Mindenki várta, hogy jobb idő lesz, és akkor lejjebb-lejjebb megy a víztartalom, de most ilyen időben, hogy esik az eső, hogy csepereg, nincs az a napsütés, így nehezebben adja le a kukorica víztartalmat. Emiatt pedig a szállító cégek járhatnak jól, mivel a nedves kukoricának nagyobb a súlya. A tárolást eltarthatóságot ugyanakkor nem befolyásolja a nagyobb víztartalom. Ahogy a minőséget sem, a termés előre láthatólag kiemelkedően jó lesz. Az augusztusban várt rekordtermés viszont valószínűleg nem lesz meg. A Gyulatanyán termelő szakember a várható mázsánkénti áról is beszélt. Gyakorlatilag mondjuk 4500 forintos ár, hogyha jó a termés, az a kukoricánál azért korrekt elfogadhatónak tartom. Hallottam már 4800-at is, inkább úgy mondom, hogy ilyen 4500, max. 5000 forint körül várható. Hát ez nyilván, hogyha a nagy tételbe beindulnak, mert még ugye kukoricásra sokan várták, csak a szuperkorajakat, aminek már ugye lement a víztartalma. Az árak egyébként emelkedtek tavalyhoz képest, amiben persze a forint romlása is közrejátszott. Ez a trend ugyanakkor nem csak a hazai, a nemzetközi piacon is megfigyelhető. A következő napokra már szárazabb és derűsebb időt jósolnak, ami a betakarítás folyamatát is felgyorsíthatja. A várható napsütése mellett tovább fokozhatja a kukorica cukortartalmát.